közel 10 éves képek a Vajai óvodáról. A 2006-ban átadott intézmény most új homlokzatot kapott. Az önkormányzat ugyanis egy átfogó energetikai korszerűsítésre nyert támogatást. Ennek köszönhetően nem csak az óvoda, hanem a polgármesteri hivatal épülete is költséghatékonyabban működhet a jövőben. 2020-ban nyertünk támogatási szerződést a Vajai önkormányzat épületének energetikai fejlesztése projektünkre, amely a Tavi Rózsa óvoda épületét és a Vajai polgármesteri hivatal épületét foglalta magában. Ez a beruházás közel 110 millió forint értékben valósult meg az elmúlt közel másfél évben. Ebben megvalósult az óvodának a hőszigetelése, a tetőtéri ablakok cseréje, új hőszivattyús fűtési rendszer került kialakítása és gázkazán cserével együtt, illetve a polgármesteri hivatalra egy napelemes rendszer került kiépítésre, egy 15 kW-os, illetve az óvodára egy 30 kW-os teljesítményű napelemes rendszer. A korszerűsítés a becslések szerint akár 3 millió forint feletti megtakarítást is jelenthet az energiaköltségekben. A hőszivattyú és a gázkazán csere még idén tavasszal került megvalósításra, a fűtési szezon alatt ezt nem tudtuk megvalósítani, a napelemes rendszer pedig idén tavasszal, 2023 tavasszán került üzembehelyezésre, ennek a megtakarításai pedig az elmúlt hetekben, hónapokban jelentkeznek. Az önkormányzat további infrastruktúrális fejlesztéseket tervez a közeljövőben. A tópart felé vezető Török Ignác utcát szeretnénk kiszélesíteni, ennek a közbeszerzési eljárását fogjuk hamarosan kiírni, az építési engedély már rendelkezésre áll, új orvosi rendelőnk fog épülni hamarosan, illetve a kastély környékén egy turisztikai projekt, egy másik turisztikai projekt megvalósítását is tervezzük, illetve a tájházunk felújítását. Vaján látogatóközpont, kilátó és új játszótér is épült a tó közvetlen szomszédságában. A turisztikai beruházás műszaki átadása ugyan már megtörtént, a közönség előtt azonban a tervek szerint szeptemberben nyitják meg a kapukat.